Hát Rákosi Gizella Szabadkó néni. Az a Klinger nagymama. Ez Lackó Dániel. Ez az én esküvői képem. Ez jó pár Lackó István. Igen. Ez itt Lackó László. Ez Lackó Istvánnak Jorty. Ez ennek éppen a Klinger család nagy része rajta van. Ez... Ez pedig Lackó Gabriella. Apám egyik testvére, nem tudom, hogy a Margita vagy a Karolina, akik 1913-14-ben 5. osztályos elemista volt. Tehát 11 éves, tehát 1893 körül született. Ez a ami mamának a családjegyet nem ismerem. Anyám kislánykorában. Ez is Anna mamának a családja. Ő viszont az én nagymamám, ugye? Ez a Józsika a mamájával, keresztmamájával és azok barátnőivel. Ez az a néni, aki Anna mama lakott. Ez a nagyanyám. Hát az a nagyapám, Lackó Dániel. Keresztmamámmal, Vali nénivel. Az az én anyám, Rákosi Gizella. Anyám bátyja a családjával, akik Auschwitzban pusztultak el. Ők az Anna mama és az ő férje, tehát az én nagymamám szülei. Kudar. Igen, Kudar Ferenc. Ő is a nagymamám. Ő is a nagymamám, azt hiszem. Anyám másik testvére, a Vili bácsi. Ő apu. Nagypapa. Aki Kőszegen, mint munkaszolgálatos halt meg. Ez a Vali néni, aki a pesti gettóba halt meg. Nagyapám. Ez a Gyula bácsi, aki túlélte a második világháborút. Apám, anyám, a nagyapám, én, meg Laci. Valamelyik ezek közül apám testvéred, hogy melyik azt nem tudom. Ezen a képen apám van rajta, mint fiatal kertész. Ez vagyok én, ez Dani, anyám, apám. Ez pedig anyám legidősebb bátyja. Ez a Víg István né. Aki az első világháborúban halt meg. Ezt a házaspárt nem tudom hova tenni. Nem tudom, hogy az apámnak milyen rokonai. És anyámék esküvői fényképe. Az az apám. Katonát leírták 37-ben. Apa meg az anyag. És itt van két levelező lap. Ezt a Náci bácsi küldte, méghozzá a legenda szerint kidobta az autóból, és valaki megtalálta, és bedobta egy postaládába. Ez pedig a és családjának a szolnoki gettóból írt levele. Vagy Dani, vagy az apám. És azt hiszem, hogy ez még Budaörsön van. Ez az én konfirmációs képem, itt világos ruhába vagyok elől, igen. És ez a Klinger nagyapa. Ilyen halotti emlékszőim. Igen, ez mind a kettő. Ez azt hiszem, hogy jó apám. 1143. február 28. Ez úgy néz ki, mintha a budaörsi legelső házuknak az udvarán lenne. Ő az Anna mamának, a előző fiújának az anyukája, aki meghalt. Magyarországon könyvködők és rokonszakmabeli munkások és munkásnak szakszervezete, tagsági igazolvány, Klinger Rózsi könyvkötőnő. Belépett 1927. november 14. Neki volt a felesége, Mellini. Kaponos János Tűzoltó. Ez Lacika meg a Zsuzsa. A mai erkölcsi bizonyítvány elődje. Községi bizonyítvány. Hát ez van itt a nagyapám fiatal korában. Ja, ez Szabaszal. Ő még
nagyapám. Ha már a másik halott bizonyítványt felvetted, akkor itt van a Klinger. Igen. Nem volna én is. Ez a nagypapám az elmúlt temetésén. Ez egy igazolás apámnak, hogy 1920-tól 30-ig, tehát 10 éven keresztül volt a kerepesi temetőbe kertész, és akkor került át a Gabi és a Peti, csoport. Szabó Peti. Születési anyakönyvi kívül Kápolnás Nyéki izraelita hitközség. Klinger Salamon, 1862. Ez én vagyok a nagymamával. Másodikán született. Ez még a Laci bácsi. Atya neve Klinger Ábrahám, anyja neve Klein Berta.